hogy látom, el fogunk indulni időben. Ezt a nagy tapsot, és a legjobb. Tadá! Köszöntelek! Mindenki megijedt! Jön, még videó. Azért, mert megmutatom, hogy még a körúton vagyunk. A Hungária körúton. Nos, ez a buzos út ránk nem jellemző, nem is a stílusunk, meg nem is szeretjük ezeket a csoportos utakat. Kínálnak fakultatív programokat egyébként, de ezekkel nem éltünk, magunk fedeztük fel a szigetet. Na most álltunk meg először, Szegeden vagyunk. Igen? Szegeden vagyunk, most szedtünk össze mindenkit, mert Pesten egész kevés felszálló volt, Szegeden annál több. De mivel az M5-ösön felbontások vannak és sávelhúzások, ezért egy kb. Egy bő negyed órás csúszásban vagyunk. Nem miattam! Addig futott, ahogy tudott. Viszont így előfordulhat, hogy a szerb buszok elénk fognak kerülni a szerb kilépő oldalon, úgyhogy most egy kicsit bele kell húznunk. Hát majd meglátjuk, hogy lesz. Te mit csinálsz? Mit csinálsz? Nincs olyan sem. A német technikát ellenőrzöm a német. Hát ez nagyon szép. Ez a szép buszunk. Úgy tűnik, hogy egyelőre csak az az egy busz van előttünk. Tökökről mit tudunk? Hamupipőke keresztemje itt járt, és megnövesztette a tököket. Most elment a egerekből lovakat csinálni, és azért nincs itt. Átjöttünk Szerbiába, viszonylag gyorsan átértünk mindkét határon, nem nagyon volt előttünk busz se, úgyhogy most már rabogunk Szerbiában. A határokon személyivel utaztunk. Volt nálunk útlevél is, de a sofőrök szerint gyorsabb az útlevél helyett a személyigazolvány használata, mert ezt ugye nem pecsételik. És még Szerbiában is elfogadták. Most vagyunk körülbelül fél úton, még 580 km van átra, mennyi az idő? Szerintem olyan este 9 körül van, sőt 10, mert mindjárt indulunk tovább 10-kor. Igen. Corbin Dallas, világjegy. Hosszú volt az út, fiam? Nyújtunk? Így léptünk határt, hajnali 5 óra van, és mi már Görögországban vagyunk. Hajnalodik. Én mondom az ágyból. A tengerpart már vár rám. Igen, ez a görögországi első pihenünk. Most innen már megyünk egy városba, ahol kiszáll néhány ember a buszból, és ők ott maradnak, és úgy megyünk tovább a mi szigetünkre. Itt mennyi az idő? Fél hét körül van, legalább fél hét. A határon viszonylag gyorsan átjutottunk, mert a sofőr előre ment, és megmondta, hogy mi EU-sak vagyunk, úgyhogy kielőznénk itt ezt a szerb buszsort, és mondták, hogy jó, oké. Szia, fiam! Szia! Ott a buszunk. Belül. Felszálltunk a kompra. Igazából ahogy felszálltunk, egyben el is indultunk. Ez Keramati. És innen indulunk, vagyis megyünk át Tasszos szigetére. Tasszos egy sziget az Égei-tenger északi részén, de földrajzilag Észak-Macedóniához tartozik.
A szárazföldtől 7 kilométerre található, jelentős bevétele az idegenforgalom és a márványbányászat. Úgy érzem magam, mint a Féktelenül 2 filmbe, amikor közeledünk a kikötőbe, és még nem lassultunk le elég. 32 csomó, becsapódás a felkészülő. Aztán itt a szigeten a busz elvitt minket a szállásra, de nem volt egyszerű dolga a sofőröknek ezeken a szűk, kanyargós, emelkedős utakon. A szállásunk egy egyszerű apartman, ez a fajta nyaralás jellemző itt, ez az apartmanos, semmi extra, de tiszta volt. A miénk a kettes szoba. És hát ez a kis apartmanunk. Van egy ilyen konyharész. Hát ez túlzás, hogy jól felszerelt. De egy konyha. És itt van a fürdőszobánk. És van hozzá egy erkély. Itt. Valami más csatorna nincs egyébként? Ez? Vagy ezt az egyházi csatornát nézed, vagy pedig használod a távirányítót. Használjad! Meg tudom mondani, hogy így nem tudod kapcsolni a tévét, mert az érzékelje felfelé néz, ezért innen tudsz csatornát váltani, és ezt a csatornát tudod négyszer egymás után váltani. Akkor tudod mit? Ezt nézzük! Maradjon ez! Kilója. 10 darabos tojás. Mennyibe kerül? 3,20. Tej 1,39 €. Fél kilós tészta 85 cent. De a tiéd finomabb film. Nem, mert ez bóti. Azt kell, hogy mondjam, fiam, hogy te sokkal jobban csinálod a cacikit, mint ők. Nézd meg, hogy alig van benne uborka, egész csak egy nagy joghurt. És nem hámozzák meg az uborkát. Meg is érkezett az ételünk, én egy szublakit eszem. Én pedig kockáztattam. Igen. Egy másik ételre, amit mondta, hogy húzva jó lesz. Majd kírjuk a nevét. De. De. Annyira nem ízlik. De hát ő is éhes. Posso le junte io sì.
furtó szív. Prostáti szápolni, napjészatén kardéjámú. Mako magáti mú, stichóni stáni rámú. Θα σε κυνηγήσω σε κάθε μέρος και στιγμή. Θα βρίσκομαι κι εγώ εκεί. Σου λέω: δεν γίνεται, δεν γίνεται. Με πιάνει το μαράζι. Σ' αγάπησα κι αυτό έτσι απλά να ξέρεις. Δεν αλλάζει. Και ο Λάνια Λίντουρτ Μογάνιωσον. Ο Σαλάσσαρα. Εγιαδίου μπαντουκόλ το τέγκερ πόρτον. Senki nem követte. Vagy mégis? Nem. Senki nem követte. Az első reggelink. Hát én csináltam, összedobtam valami kis... De kertben. Igen, és van hozzá egy ilyen kis konyhácskánk. És imádok kint kertbefőzni és kertbenni. És egy jó étvágyat. Potámia lakossága körülbelül 1200 fő. Legfőképpen a turizmusból van bevételük. A falu az Ipszerió hegy oldalánál található, és itt született Polignatos Vagis Szobrász, aki 1911-ben Amerikába emigrált. A faluban van egy múzeum a műveinek, ő az úgynevezett primitív művészetet követte, és az egyszerű ábrázolásokat használta. Fő témái az emberek és az állatok voltak, valamint a hold. Neves New York-i múzeumokban is megtalálhatóak a művei egyébként. Itt a szülőfalujában 98 szobor és 15 festmény található. 1965-ben halt meg New Yorkban, de itt temették el Potámiában. Πάει πάλι πέντε, παρά πέντε, άργησες καρδιά μου, στην υγειά μου, σε σπασιά. Ας πάνω, ήταν ένα κοιτή την αγαπή. Θα πέρσω λέει, τι τσοκάζω, πέρβε, μη δεν είμαι μέρ, μελαγμάν. Δεν θα μην είναι κέρδη, άι, δεν είναι. Végre egy olyan parton vagyunk, ahol 10-15 métert is be tudnál jönni, de nem jössz be, mert... Jövök, csak ideg a fi! Nagyon ideg! A napárjak használata a strandokon vagy fogyasztáshoz kötött, ez a legjobb eset, vagy fizetős, általában olyan 15-20 euró per két napágy plusz napernyő tartozott ehhez. Olyan hely is volt, ami csak egy bizonyos szállás vendégeinek tartotta fenn a napágyakat. De egyébként a szezon vége van itt már, úgyhogy nagyon elnézőek voltak, és volt, ahol teljesen ingyen tudtunk lenni. Olyan éhes vagyok már. Fevgó szféra, fevgó apto spíti, kiasz múlíti, kaffika. Ez amúgy egy nagyon óriási adagvírus. Kigárdiamú, ibanak szefigó, πριν να φύγω σταθήκα. Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα π' αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω, μου λείπεις και τα σπάω και χορεύω. Ζηλεύω, γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ. Vettünk egy popcornt, de mivel nincsen mikró, ezért igazán sajátos módon fele bele felemelni alapon, megpróbáljuk gázon kipattogtatni. Ζηλεύω, γιατί κοντά σου έτσι μόνο σου. Három napra béreltünk motort, és ez alatt kétszer jártuk körbe a szigetet, összesen megtéve körülbelül 300 kilométert. A motort egyébként 20 euró per napért adták a bérlő cégnél, de lealkultuk 15 euróra. Ακόμα θέλω να αγαπώ.
Limenas, a sziget fővárosa, ide érkeznek a kompok, mi is ide érkeztünk meg. Ez egyébként már az ókorban is egy lakott terület volt, így nagyon sok rom található itt. Mi is ellátogattunk a helyi régészeti múzeumba, ami egészen a Krisztus előtti 7. századig talált francia és görög régészek által feltárt használati tárgyakat, ékszereket, agyagedényeket állítanak ki, és vannak itt egyébként ókori szobrok és épületmaradványok is. Σε ένα χείλι φίλησα και το έχω μετανιώσει. Συγχώραμε καρδούλα μου, βαριά σε έχω πληγώσει. Εκεί που ήταν το σώμα μου, δεν ήταν η καρδιά. Ez pedig az ősi város romjai. Volt itt vallási és politikai épület, lakóépület. Σου κάνω τον Άγιο, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα. Περπάτησα και δεν σου κάνω τον Άγιο, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα. Περπάτησα. És lássuk az árakat a helyi Lidl-ben. Banán 1,45 €, ez a fajta paradicsom 2,49 €. Nyerni akarsz egy túrós bukát, akkor ki kell válaszolni, hogy melyiket kérdezel a karral, nem ám benyúlunk érte, és akkor itt ki kell pöckölnöd azon a nyíláson. És ha sikeres vagy, sikeresen kipöckölted, akkor kaphatod csak meg a gyűrűt. De ez jó, mert ez igazából egy ügyességi játék, és nem csak egy úgy veszel egyet. Ingyen ügyességi játék, tehát nem kell fizetni érte, másrészt meg ugye nincs összefogdosva, csak az, amelyiket te akarod. Ugye szoktunk ilyen kis sajtikákat kutikálni belőle, és nem jól csak sikerült. Egy szinten lejjebb került, nem baj. Még mindig nincs veszve. A sajtot mindig meg lehet nyerni. Ez a Lidl-s tortilla, 1,59 €. Viszont vannak ilyen görög piták. Ezek jól néznek ki. Ez 1,19 €. Tzatziki, 2,39 €. Ez a sajt például jó, 35 dekás, de 6,40 €. Ez a Gouda sajt akciósan 1,79 €. 9 € a kilója. 2 kilós fetasajt, 10,55 €. Ez a nagy 1 kilós tósztkenyér, 1,99 €. Ez az olivabogyó, ez 1,99 €. De van egyébként kisebb kiszerelésben is, több színben. Ez 1,49 €. XXL-es tészta. 1 kiló tészta. És 1,19 € kerül. Ez a sima fél kilós spagetti, saját márkás, 62 cent. 1 literes saját márkás étolaj, 1,75 € akciósan. 1 kiló kristálycukor, 1,19 €. Óriási kiszerelésű görög joghurt. 1 kilós, 2,39 €. 1 liter tej, 1,5 százalékos, 1,12 €. És a 3,5 százalékos, olyan van még itt, az 1,27 €. Az a saját márkás chips, 1,15 €. Csirkecomb, 650 g, 5,19 €. És egy 50 dekás, tehát fél kilós csirkemell, 5,59 €. 12 darab tojás, egy tucat MS, 2,65 €. Jó áll.